Délután hivatnak, és szigorú szavak kíséretében visszaadják az ellenőrzőmet, bele sem merek nézni, 9 sor ki, sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások, az ájulás kerülget. Megyek haza, de nem visznek a lábak, csak csoszogok egy helyben. Lehet, hogy már tudják ki, és futótűzként terjed a hír, lelőttem a kontyos macát, véres zsebkendőt szorított az arcára. Jó, hogy a zsarokat nem hívták ki. Irányad úgy. Igazságnéni dörzsöli a markát, nem megmondta, hogy ez a klök egy elvetemű tömeggyilkos, egy Mengele. Valahogy kiprovokál még egy robót, és akkor repülök. Csavargó börtöntöltelék lesz belőlem, a társadalom kivett magából, kukába turok, ja Istenem. Önnek is nőttem meg. Állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Pedig tényleg csak kipróbáltam, hogy belőlök az ablakon, nem tettek róla, hogy oda jut a lőci. Na jó, láttam, hogy ott a vicsörök, de inkább csak az, hogy belülni, leckeírás közben odalopózni, belülni, lekushatni, és jó. Egy ilyen kirúzsozott titkárnő mekkorát oddít, ha lelőnik. Még a troli is megvár. Az egész suri kín lógott az ablakokba, Rodolfónak is földbe gyökerezett a lába a bűvésznek, aki a Kálmán utcába sétáltatja a palota pincsét, régi vágású úr, vonalbajusszal. A kezemet figyeljék, mondja mindig a tévében, mert csalok! Lecsúzliszta a lignimpexes nőcit, egy lökött negyedikes. Kirúgják, mert jó. Otthon majd egyből sírva kell fakadni. Könnyek között fuldokol, el se tudom mondani, miért sírok, sajnos ezt a trükköt már ismerik, nem könnyen hagyják magukat gyöngíteni a szánalom által. Sírj hang. Halljam! Már megint mit műveltél? Ne bőgj itt nekem! Feltápláltak könyvkocsonyával! A válasz újabb zokogó rohan, teljes beleéléssel odaforom magam, kisgyerek akarok lenni, aki még nem tudja lelőni a néniket. Kezében az ellenőrző, az apát teremtést. Kilátszik a bot végén a szekrény tetején. Hetekig tartó kripta hangulat. Nem is az a baj, hanem a verés! Amikor vernek, és rángasz, és azonnal meghalni, mi az ahhoz képest, hogy megkarcol egy szögecske a pofádon. És ez a várakozás. De most tényleg, uraim és hölgyeim, kérdem én, kellett annak a bizonyos kontyos fehér népnek órákon keresztül várakoznia, mielőtt fejbe lőtték? Egy pillanat már túl is volt rajta. Inkább lőjenek belém, mennyivel jobb lenne, lelőttem egy titkárnőt, egy titkárnő lőjön le engemet, szemet szemért, de akkor viszont ő is tejgumis csúzlival, ugyanolyan messziről, igazi párban. Nem tudnak ezek még csúzlizni sem, csak odaül a nyitott ablakon lépelni, aztán még csodálkozik. Gyorsan leápolták, mehetett haza. Szerintem ő is a csúzlit választaná. Mondjuk megkérdik reggel, hogy bottal veréke meg hosszú árakozás után, vagy gyorsan pörköljenek oda neki csúzlival, mit választ? Na ugye. Rodolfo pincsia hangosan ugatott, hogy még nagyobb legyen a hepaj. Ha a konyba küldöm a szöget, nincs semmi, tám még most is gépel, apámnak nem kell aláírnia. És még divatdiktátor is lehet belőlem. A belvárcsajok stílizált úszöggel a hajukban flangálnak az MK-nél, és Mari Zsuzsi új számát dúdolják. Csacsi fiú, szöget ütöttél a fejembe. Apám aláírásában a kezdőbetű fél oldal. Több helyen átszaggatja a papírt. Ezzel a fergeteges és grandiózus G-vel nem tanácsos viccelődni. Aki egyszer találkozik apám géjével, más szemmel néz rá, ez az ember
még sokra viszi. Aláírás, hamisítás szóba se jöhet, évekig gyakorolok, silány utánzatokra telik csupán. Csodálom és imádom őt ezért a G-ért. Sokszor csak úgy öncélúan, az élvezet kedvéért megkérem, írja le a nevét, a nevünket. Másodpercekig szánkázik a toll föl alá, urkok csapódnak jobbra-balra, dupla szaltó és védcsavar, de nem ám csak úgy össze-vissza, hanem egy tökéletesen begyakorolt és indulatos terv szerint. És egyszer csak itt áll megint ez a különös vad ábra, ami távolról sem emlékeztet arra a gére, amit én írok, amit nekem kell írni. Ám mégis az, extatikus, földön túl, isteni változatban a lenyűgöző iniciáléhoz elvékonyodó jelentéktelen kis farkat rezzentett, a név fölös maradékát. Tán így vetett tűrt a nagyra törő szándéknak az elbizonytalanodó akarat. Haza van szorulva. Sötét a lakás. Rég itthon kéne lenni. Mi van? Eltelik egy óra. Semmi. Megpróbálok elmérni a leckében a magyar nép zivatalos századaiból. Lehúzom a pulóverem, szikrázik belül az akril a hajamon. Eltűntek. Bánatukban elbújtostak. Mert egy népirtó tömeggyilkos vagyok, egész életemben a népet fogom szorgalmasan írtani. Itt a zsebemben egy igazgatói rovó, és senkit sem érdekel. A kontyos meg otthon hever boldogan, hát én holnap is lelövök valakit. A technikás csúszdivat elkobozta Joli néni, az önvédelmit meg az igazság néni, még régebben. A Vera nénit hívjuk igazság néninek. Mert fejes vonalzóval veri a gyerekanyagot. De például van még ez a légvédelmi szupercsúzli, könyökvasból, befőttes gumival, anyacsavar lövedékkel. Ettől a rendőrló is megborul. A Lignimpex-es igazgatót hátulról nyakszírtem, hogy a másik titkár, mint a hidrogénfejűt, a kénysárga olasz kardigánba, likvidálni az egész Lignimpex-et! Kigyúltak a fények az ablakokban, elaludtak, kigyúltak. Semmi. Eltűntek. Valaki betörte a lány WC ajtaját! Én törtem be. Vera néni lecsapott rám, és mielőtt megszólaltam volna, közölte, hogy lekever egy akkora zúgó pofont, ha visszadumázok, hogy az egyik szemem átsétál a másikhoz látogatóba. Elcsavart fülemnél fogva fölemelt a levegőbe, és fejes vonalzóval ütlegelt, majd a végén ledobott a földre, és összerugdosott, le voltam nyűgözve, ezzel a fajtával még nem találkoztam. Bokái köré tekeredve fogamat süppedős lábikrájába mélyeztettem, kalimpált, magával rántott a Magyarország helyi és vízrajzi térképét, és a háta nagyot puffant a szertár linoleum padlóján, szuszogva, nyögve, átkozódva próbált felállni, de a hasába fejeltem, és megint sikerült kibillentenem egyensúlyából. Rettenetes halálordítással az iskola udvarra zuhant, volna, ha a köpenyének köve nem csavarodik a radiátor foggantyújába, leengedt Vera néni a levegőbe, mint egy hatalmas parácsonyfadísz. A polcon gyufás doboz, a címkén sisakos figura menekül. Lengő teher alá ne állj! Épp aktuális. Mi lenne, ha fölgyújtanám velem a kövét?
az ünnepi hangulat fokozása véget átképeznénk Veranénit fáklyává. Húsos karjával felhúzóckodott, visszaperdült a szertárba, és kapásból úgy bemérte a fejemet, hogy hasmán csúsztam a polcok alá. Világos beszél, nem szeretem Veranénit. Sárga tésztás arc, billegő ülep. Veranénit. Valaha pinduri illatos csecsemő volt, gőgicsért, édesdezen szopiszta anyukája melléből a tejecskét, fölálltam, leporoltam a köpenyem, aztán meg kellett esküdnöm, hogy arról, ami itt történt, nem ejtek szót. Különben a Veranéni fodorkorpára képeli a hülye fejemet. Ősi ellenségem a gyerek, mondta, megvetek és gyűlölök minden, ami gyerekszerű. Apám otthon megkérdezte, mit jelent az, hogy a mellékhelységben így nélkül minősíthetetlenül viselkedem. De lehetőleg szorítkozzon a lényegre. De hát apu, én nem viselkedtem minősíthetetlenül a mellékhelységben, mert akkor éppen különórai foglalkozáson vettem részt. A B-épületben. Na, hagyjuk Ibolykát nyugodni, mondta egyre zabosabban. Ő zabos szokott lenni, anyu viszont pipa. Vigyázz, pipa vagyok, kihúzod a gyupát. Váddal és sűrű könnyelteli szememet apámra szegeztem, számot konokul összeszorítottam, mint aki az égbe kiáltó igazságtalanságtól egyenesen megnémult, a sírással keservesen küszködő gyermek megindító látványa. Apám bejött a Veranéni intője alá, hogy az egész históriából szerinte egy árva szó sem igaz. És most már bemegy egyszer abba a rohadt iskolába és rendet csinál, de akkor a Veranéninek szorul a kapca, a sistergő gébetű az aláírásba. Lehazugozta apa az igazságnénit. Igazságnéni, kérem, te hazudol. Te neked nincs is igazad, gazságnéni, eredj a picsába! Nézte apám válaszát, és jó tartotta magát az igazságnéni. A fogai közé szorult lucskos káposzta maradványba tölt idegesen, a nyelvehegyével, a génér rogyant meg. A papír szabható nukleáris gébetűnél szemei nagyot jójóztak, ledobta az ellenőrzőt, és elhalt. Apától mindenki fél. Én is. Igazság, néni nem szereti a gyerekeket. Másmilyen világba szeretne élni. Mert igazság néni nem egy kifejezetten kedves kommunista néni. Úgy kívánlak, édesfiam, hogy a taknyodon csúszol hazáj. Danikával, a fiával sem kivételezik. Retiküllel vágja szájba a Honvéd utcai busz megállóban. Danika keveset beszél. Sőt, igazából egyáltalán nem beszél. És mivel nem beszél, nem lehet tudni, hogy hallott-e, ha hozzá beszélnek. A mamája kérdezett tőle valamit a külön szántan befizetésről, de az ő figyelmét maradéktalanul lekötötte a színes csikos tiki-taki, ami a trafik kirakatában pompázott. Tanika még sose tiki-takizott. Ekkor csapta szájon. Ide figyelsz, ha hozzá beszélek. A rettenetes anyai retikül. Fricivel és Petyával bandázunk a környéken. Szombat délután üres utcák, a sarkon rendőrök, farkas kutyák. Átmegyünk a Balassi térre, ahol a zombaiék fociznak, és utána a Szalaiba vesznek habostagyit 1,50-ért, de nincs ott senki, több üres a tér. Belóg a szürke ég a házak közé. Petyának leesik a tantusz, Faterja este befogta a szert, én is szoktam, bejön a kis vosztokomon.
És bejátszották, ahogy 10 éve Dunapentelén lelövik az oroszok a magyarokat, gondolom elsősorban a gonosz, az ellenforradalmár, burzsoá kapitalista magyarokat. Egy varburnak rosszul van becsukva az ajtaja, a kesztyűtartóba csomag fecske, lehetne csórni, de a parlament kapui mögül őrök figyelnek, és bármikor felbukkanhat egy rendőrjárőr farkas kutyával. Átvágunk a Jászaira, alig látni civilt az utcán, azok is sietnek haza. Ma aztán nincs korzózás. Miért a város? Mi lenne, ha átvillamosoznánk Budára? Én lennék a vezető, tekergetném a fogantyút, a Duna fölött kötelékbe repülnek a gonosz magyarok lelkei, bekapcsoljuk a ringlispült a hűvös völgyben, és légpuskával lövöldözünk! Elállt az eső, snúrozunk az elhagyott játszótéren a nedves homokban. Nedves homoknál teljesen más a méta. Nem csúszik a pénz. Vagy egyenesen a vonalra dobsz, vagy a gurítós technika. Ez utóbbit meghagyjuk az amatőröknek. Hogy mire ez a készültség? A nép ellenségei miatt, mondja este apám. A Vera néni például a napköziben nép ellenség? A Vera néni a napköziben valószínűleg nem kifejezetten nép ellenség, mondja apám, bár talán nem is éppen népbarát. Szerintem sem népbarát, például, hogy a fülem a takarékra állított a lány WC miatt, de miért maradott van a nép? Ha ővé a hatalom. Azért marad otthon, mert nem teszi ki magát provokációnak. Provokáció. Szép, félelmetes szó. Mi az a provokáció, édesapa? Vera néni kövér, bajuszos és dühöl mindent, ami gyerek szerint, de valahogy mégse az a tipikus ellenforradalmár, nyilas terror csőcselé. Akiről apu szokt mesélni, mintha nem is tudna államot dönteni, népet provokálni, megelégszik a gyerekkínzással, nincsenek magasabb rendű ambíciói. Különben is az apu leharcolta a gébetűjével a Vera nénit, akkor a nép meg mit őrinyá? Nem értem a népet ebből a szempontból. Nem akarok nép lenni. A másik, amit nem értek, de nem merem megkérdezni, hogy a rendőrök. Hogy az miért van, hogy ők mindenképpen jó fejek. Közben meg mindenki rettek tőlük. És miért mondta a bácsi múltkor a pénzügyőrre, hogy spenót bakte? Neki szabad? Ő is ellenség? Vagy csak nem barát? Vagy a spenót bakter az ellenség? Lehet, hogy azért vártak kupára Danikát az igazságnéni, meg kijöttek az utcára népet provokálni, de a nép otthon maradt, a Danika meg csak azt a rohadt tiki-takit nézte a kirakatba. Most otthon ülnek a konyhába, főtt krumplit mártogatnak sült zsírba, és igazságnéni elmeséli Danikának, milyen lesz, ha a papa megjön Kanadából. És visszaállítja a karvajtőkét. Danika zsírevés és karvajtőke közben arról ábrándozik, hogy egyszer olyan tiki-takija lesz, mint senki másnak, és letiki-takizza az egész iskolát. Éjjel-nappal megállás nélkül tiki-takizni fog. Úgy indul iskolába, hogy maga előtt kelepelteti a színes csíkos tiki-takiját, és már messziről mindenki tudni fogja, hogy közeledik Danika a tiki-taki király. Úgy fog tanulni, és fogatmosni, és enni, és öltözködni, és a pityu nagyapához menni Újfalura. És megdönt minden világcsúcsot. Ausztráliában egy kisfiú 10 órán keresztül tiki-takizott, benne van a Guinnessben. 10 órán mi az neki?
Ha megkapná a tikitakit a Honvéd utcai kirakatból, onnantól csak tikitakiznak. Nem érdekelni a rossz indulatú újságír, hogy Bács-Kiskun megyében egy tanuló énhüvelygyulladást kapott a tikitakitól, és fittyet hánynak külön számtan befizetésre, meg hogy állítólag egy elszálló tikitaki golyó fejbe csapott egy mozigépészt a Kisstáció utcába, és mentővel szállították el. Ez őt nem bizonytalanítja. És nem ingatja meg. Mert közben egy hivatalos levél érkezik az amerikai fehérházból, hogy szeretnék, ha fellépne Nixon elnök beiktatási ceremóniáján, a csodálatosan kelepelő, végtelenített tikitakiával. Na, itt sújtott le Danika rémült arcára aznap másodszor az anyai szigor. Takács Frigyessel, a Fricivel, az iskola befejezése után sok évvel egy Rádai utcai szükséglakásban találkoztam. Hajnalodott. A konyhaszekrény alatt egy féltúrus bolgár ragasztóhevert, Erika, házigazdán prostituált húga, Frici, aki közben elveszítette fél lábát egy gázrobbanásnál, és én, aki gracidint szedtem, lefogytam 48 kilóra, és abban adtam főiskolai tanulmányaimat, igen. Mind a hárman előnyben részesítettük a kalét, a bolgár vegyipar egy kis csodáját, a Pálmatex-el szemben. Este a szomszéd meg a sóbora átjöttek asztali csocsózni, megbízható alkoholisták. Aztán rövid játék után, melyben az ellentét gyalázásával fűtötték indulataikat, Küronya és Bakferi leverték a két betolakodót, fölrepett száj, véres monokli, eltört kis új. Visszajöttek borgőzös haverjaikkal. De újabb verekedés helyett egymás vállát átölelve üvöltötték a Zedda Blues-t. Most a földön hevertek, az eszelős Tivori haláltusáinak kifacsart pózaiban. Kértem Erikát, hadd fogjon meg a mellét. Frici arcán zizegve pózált az acskó. Kicsit zavart, hogy Erika kurva, őt megfeszélyezte, hogy főiskolás vagyok, vagyis voltam. Hónapok óta nem volt csaj. Erika nem tudta, hogy Frici féllábú. Frici nem tudta, hogy Erika kurva. Erika bátyja életem első szerelmével a falikút alatt hevert. Látszott a karján a tetovált intézet is kereszt. Oda mentem. És a falikútba vizeltem. Mögöttem a féllábú, a kurvával smárolt, lehajoltam és megfogtam életem első szerelmének a mellét. Két perc alatt két mell, mellben jó vagyok. Néztem őt, a horkoló szerelem. Erika felsikoltott és Diana sósborszeszes üvegeket felrúgva kimenekült. Frici alsónadrágban ült a földön, egyik kezében nejlonzacskó, másikban egy lecsotolt műláb. Feltettem egy lemezt. Erika visszajött, és összeölelkezve elaludtunk a sezlonon. A gyerek dugásból van, mondta Cakó, a férfi bedugja és kász. Ebből aztán vita kerekedett. Felfoghatatlan, hogy ezeket a srácokat, akinek a legtitkosabb gondolatát is ismertem évek óta, elkápráztatott egy ilyen visszataszító hadszülemény.
Sőt, a végén még én maradtam nevetséges kisebbségbe. Frici is ragaszkodott a dugáshoz, de mintha az élete függne tőle. Honnan veszi? Agyrém! Eleve már az, hogy levetkőzni egy lány előtt. Na jó, oké, mondta. Akkor viszont mondjam meg én, miből lesz a gyerek? A szeplőterem fogantatás elszánt híveként arra az aljasságra nem voltam hajlandó szót fecsérelni, hogy elkezdődne pisilni a lányokba. Saját talaim megalapozására koncentráltam, de az ajaknak nemzőszerként, illetve a szerelem érzésének anyagi teremtőerőként való tárgyalásával elenyésző számú hívet sikerült dobroznom. Aztán egyszer otthon a kezembe akadt Fritz Kahn nevezetes műve a Szerelem iskolája, ami elvont költői sejtelmességgel ugyan, de mégis mintha arra a borzalomra utalt volna, áttételesen, hogy pina fasz, együtt passz, abból lesz a kiskor passz. Ezzel egy időben herendi, házi készítési pornófotókat lopott a bátyjától, és a WC-be kezdte mutogatni. Presztízsem sosem látott mélységbe zuhant. Néztem az utcán a felnőtteket, a tanáraimat a katedra előtt, és reszkedtem a megalázottságtól. Lehet, hogy ezek mind én a faszoznak, éjszakánként. Aztán a Gólya hozza című könyv legendás passzusa a 101. oldalon. Nos, a pénisz pontosan beleindik a hüvelybe, ha az apa és az anya gyermeket akarnak nemzeni, a pénisz merevvé válik, és nem hittem a szemem. Nos, a pénisz, ez így van elmesélve, hogy nos, nincs mit tenni, sajnos, ez a nagy helyzet, nos, a pénisz, felej. Milyen a közérben a hús? A közérben a hús elszíneződött. Rosszul kivéreztetek, beszárad, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, avas, penészes, fülület, poshat, dors, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, karmos, atkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós. Egy szóval, milyen a közérben a hús? Finom. Tíz óra múlt, ilyenkor már tilos a porolás, bácsi néni felszól. Tessen kérem azonnal apa hagyni! Bácsi tavaly elvitte a szíve, bácsi néni lett a házmester. Szétosztja reggel a tejet, hófehér üveg a küszöbön kék alumínium kupakkal. 10 óra 15 sikoltozás, rohangálás, szirénázó rendőrautó. A negyedik emelet 47-ben ismeretlen tettesek kioltották jellemes Lajosné nyugdíjas életét. A következő években az ellenzékiség sajátos, egyedüli és első kifejeződése Magyarországon. Hamiskás vagy gúnyos mosoly kíséretében a rendőrség tehetetlenségének okát firtatni a Balaton utcai rablógyilkosság ügyében. A kék fény műsorvezetője Szabó László. Napi két doboz Philip Morris. Az árából több munkás család megélt volna. A Balaton utcai gyilkosság fogalommá vált, mint Gagarin őrnagy az űrben, csak ellenkező hangulati töltéssel. A Balaton utcát később átkeresztelték Pálffy György utcára, Pálffy György kommunista volt, megölték a kommunisták, és elnevezték róla a Balaton utcát, mert a Balaton utca a kommunista rendőrség tehetetlenségére
emlékeztetett Pálffy György viszont a hatékonyságára. Mely hatékonyság ekkorra engedékenység és megbocsátássá nevesült. Miután bácsi-bácsit elvitte a szíve, bácsi néni albérlőt vett a kis szobába, vele végeztette a szemetelést. Csak bácsi néninek volt kulcsa a lifthez, mindenkit fel kellett kísérnie. Nem volt ajánlatos túlzásba vinni a liftezgetést. A lakóbizottság megszavazta, hogy vasárnap délután nem kell lifteznie. Kiment a temetőbe bácsi-bácsihoz. Kilógatta a liftkulcsot a lépcsőházba, de csak a házban lakó nagykorúak használhatták. Lehet, hogy itt, ezen a ponton kapott léket a kommunizmus büszke hajója? Az biztos, hogy jellemes Lajosné sorsa ekkor pecsételőzött meg. Mert a rablógyilkos a lift segítségével jutott fel a negyedikre észrevétlenül. Sokat beszélgettem apámmal a Balaton utcai gyilkosságról. A gyilkos közöttünk él, szembe jön az utcán, nem ismerjük fel. Ez borzasztó! Jellemes Lajosné nyugdíjas halála után néhány nappal újabb véres esemény borzolta fel a kedélyeket. A Balaton utcai gyilkossággal ellentétben a Kennedy gyilkosságot szabályosan filmre vették, sok száz rendőr figyelte a terepet, mégis Varga József bemondó a tévében bizonyító erejű cáfolatát adta a magányos tettes teóriájának. Mindkét ügyet sűrű homály fette, de a dolgok igazságtevő természete szerint előbb-utóbb horogra akadnak a gonosztevők. Bácsi néni kommunista volt, a házmesterség bizalmi állás kommunista volt muszájból, de nem feltétlenül kommunisták ölték meg a lakóját, jellemes Lajosnét, és még kevésbé valószínű, hogy ő maga ölte volna meg, mint ahogy Pálffy Györgyöt viszont bizonyítottan és bevallottan a kommunisták ölték meg, pedig ő nem is muszájból volt kommunista. Persze, kérdés, mi a muszáj? Varga József műsorvezető kanyar kommentárokban érzékeltette, hogy az USA olyan ország, ahol a finánctőkével összefonódott kábítószeres maffia hidegre teszi az elnököt, és rákeni Fidelre. A végén még Jack Ruby is fűbe harapott. Hát, nem különös? Varga Józsefet Savonyi Jóskának beszézték, lóarca volt, lusta szemhéja, beszéd közben élére állított könyvén nyújtott a kezét, 2 millió magyar háziasszony volt halálosan szerelmes Varga Józsefbe, 1 millió Kós Jánosba, másik 1 millió Kádár Jánosba, viszont mindegyik Kovalik Károlyba. Szabó Lászlóba senki nem volt szerelmes. Talán ezért is dohányozta Toprongyát idejét. Mikor Varga József nyomatékot adott a mondandójának, fölemelte kezét, ujjait póklábakként a nézők felé feszítette, majd szimpadiasan visszaejtette a fekete könyvborítóra, apám biztosított róla, hogy előbb-utóbb kikaptam az ügy, de legalábbis kiszivárog, az igazságra fény derül. De mi van akkor, ha nem? Elkezdtem várni az igazság pillanatát. Teltek múltak az évek. Évtizedek, évszázadok. Végre megnyitották a titkos aktákat, de egyáltalán nem pattant ki az igazság. És szivárogni is csak annyi szivárogott ki, hogy Oswald pokoli szerencsével találta el az elnököt, mert a rekonstruálás során mesterlövészek meg egyszer sem sikerült. Igaz, nem fohászkodtak Fidel Castrohoz, a mű Kennedy megúszta. Oswaldot, kommunistát, Pálffy György elvtársát, nem a kommunisták, hanem egy hamis kártyás, Jack Ruby lőtte le, ami nem biztos, hogy ugyanaz, de a végeredmény szempontjából mindegy. A
a 70-es évek paradigmatikus magyarországi bűncselekménye. A Hungária körúti postarablás elhalványította a Balaton utcai rablógyilkosság emlékét. A közvélemény ekkor már nem egyszerűen a rendőrség tehetetlenségén háborgott, hanem annak a pikáns gyanújának adunk hangot, hogy a véres bűncselekményt maguk a rendőrök követték el. Szabó László főcsővezető, napi 3, havi közel 100 doboz Philip Morris cívot. Egy tejkombinált menzájának napi költségvetése. Elterjedt a gonosz pletyka, hogy kettős életű rendőrtisztek lőtték tarkón a postás kisasszonyokat. A kékfény szórakozott diszpécsere élőben kapcsolt egy ismeretlen telefonálót, aki az ország nagy nyilvánossága előtt vonta kérdőre Szabó Lászlót a rendőri ködösítés ügyében, és a rettegett inkvizítort, a pöfékelő tévésztárt először láttuk hebegni a rendőrség ködösít. Apám lefasisztázta a telefonálót. Szabó gyorsan átváltott a következő témára. Erkölcsi torszülöttnek nevezett egy zokogó kisnyugdíjas, aki a sufniban szobáztatott, hogy mozgássérült gyermekét gyógyítassa. Óva intette a nézőket, hogy vedőjenek a gátlástalan öregember hatásvadász könnyeinek. A szatírt Szabó mindig a végére hagyta. Bácsi, bácsi, utolsó ténykedése mielőtt elvitte a szíve, levelet írt a lottóigazgatóságnak. Tisztelt lottóigazgatóság, én 72 éves ember részemről ünnepélyesen kijelentem, és becsület szavamat adom, hogy bármennyit nyerek április hónapban a lottón, annak 50%-át, azaz a felét felajánlom a hős vietnámi harcos elvtársak részére, és az összeget már nem is veszem fel, hanem rögtön átutalom nekik. Maradok tisztelettel. Bácsi. Bácsi. Leültem a téren, a padra nem mozdultam. Nem az bánom, hogy lelőttem a nőt, úszöges csúzlival a kontyos macát, hanem hogy bottal fognak ütni. A zöld virágtartó karóval. Úristen! Most már biztos, hogy nem megyek haza. A botot én találtam a szomszédházban, bácsi néni virágai mellett, haza vittem. Hogyha rossz leszek, azzal verjenek meg. Apám elülve nézte, forgatta, mit akarhatok ezzel a kétes értékű felajánlással. A rettenthetetlen bátorságomat jelzem, a jó szándékomat és jó hiszeműségemet, föltétlen bizalmamat, mely titkos módon kifejezi fölényemet? Vállat vont, földette a szekrényre, megye kiláncolt. Pár nap múlva valami összeomlik bennem, mégsem lesz ennek jó vége, behúzott nyakkal megyek el a bot alatt, egyszer ez rettenetesen el fogja találni a bőrt a fenekemen. És el is találta. Megnéztük az iskolában az egri csillagokat, ünnepi vetítés, valamelyik délután magunkra maradunk a napközibe, én voltam a félszemű Jumurcsák, haverom a Frici, seprűnyére tekert iskolaköpennyel rohamozott. Az egri nők a tanári asztalban barikádozták el magukat, Frici egyszerű janicsár, de nagyon tud rohamozni, az egri nők forró szurkot löttyintettek az ostromlók nyakába. Én is köpennyel döpölök, sikongatnak, Tapsziutka a legelszánta begrinő, hozzám vágja az uzsonna tálcát. A lófarka miatt inkább a török Ármádiában lenne a helye. Az asztal alá emperedünk, puha melle a kezemben, Jézusom, ezt direkt csinálja. Francba, hol a köpenyem? Ahogy fölállok, beverem a fejem, csillagokat látok, egri csillagok. A csillagok között apám áll az ajtóban, köpenyem ujja hosszában végighasadt,
és egy meglazult gomb fityeg rajta elől, szó nélkül kézen fog, megyünk haza. Rosszat sejtek, anya túlórázik. Jó Istenem, minek is nőttem meg? Most megtudom, hol lakik az Úristen. Beterel a fürdőszobába, onnan nem hallatszik. Ne, édesapa, ne, soha többet, könyörgöm. Mit mondtam? Jó leszek, csak most az egyszer ne. Azt mondtam, hogy leveszed a nadrágot, igen? Az érzékek megdermednek, nem fáj, nem kiáltasz, pedig már megtörtént. Hallod a bocsattanását, és nem is tudsz kiabálni, csak fuldokolva tekereksz a kezei között. Erős keze van, nagyot üt, sulogabot. Ülök a szobámban, ráfolyik a könny a leckére. Duzzogó sötét magányomban elképzelem az édes bosszút, a meghalást. Úgy kell nektek, áruló júdások. Fogom magam, meghalok, mindenki sír. Újból és újból fölidézem a fürdőszobai vérfürdőt. Így akartok emelt fejű, boldog, öntudatos ifjúságot nevelni? Most aztán kimutatta a fog a fehérjét. Neki miért lehet megverni a kisebbet? Elzárkózó konokság, fehéren izzó gyűlölet. Ez most már mindig így lesz. Galamb száll az ablakba. Ha bosszúból béke galambá változni. Tavaly a Navratil hangulatlámpának költözött a jelmezbálon, egy hétig készítették a szülei, és mi tudtuk, hogy benne van a hangulatlámpában a Navratil, de elbotlott a lépcsőn, mint Szent Gellért, mikor a fasiszták lelőtték a hegyről egy hordóba. Próbálom a galambot utánozni, négy kéznál állok a szoba közepén, fél oldalt hajtott fejemet szaggatott mozgással tekergetem, számból hegyes csőrt formálok. Mikor bennyit apám. Homlokomat ráncolva visszaülök az asztalhoz, nem fogok ezzel az emberrel pajtáskodni. Hallom, ahogy vihog odakint. Hiába erőltetem. Már nem akarok meghalni. Elfogy a svunk. Jó lesz mindent visszakapni, odabújni, megbocsájtani. A legfájdalmasabbak a barátok vagy a lányok szeme láttára kapott pofonok. Elfelejtek időre hazamenni, mert fagyiba focizunk, és a hosszabbítás közepén, mikor legöldöklőbb a küzdelem, feltűnik anyám virágmintás konyhai kötényben, 16-osnál, és szó nélkül lekever egy frászt, a meccs félbeszakad, és az összes gyerek a téren, plusz Leposa bácsi nézi résztvevőn, hogy könnyeimet nyelve szaporázom hazafelé, kézmosás után stikában kilesek az ablakon, cakót választották be helyettem. Ehhez aztán nincs is mit hozzáfűzni. Másnap meg se kérdem tőlük, mi volt. Elvesztek a szüleim. Eltűntek. Rég ágyban lenne a helyem, át akarok menni a szomszédba, hogy most mit csinálja, mikor csönk a telefon. Ricsaj, zeneszó, daj-daj hallatszik, és hogy ne arra, hogy kicsikén beültünk apával a szakiba, ott a pörkölt a hűtő tetején, egész szépen és feküdj le, nem sokára jövünk. Évődő férfi hang a háttérből, anyám tettetett felháborodással visszavág, szinte látom a kacérság és sértettség vegyes fintorát az arcán. Mól és tisztek a lebújba! Akár meg is sértődhetnék. Most már nekik is vaj van a fülük mögött. Kérdés, hogy a szakizás bűne összemérhető-e a kontyos maca lelövésével. A szakszervezeti klub a Honvéd utcában, a butik, mondé hely, gyereknek tilos a bemenet. Készülnek a szakiba, apám nyakkendőt köt, csücsörít, anyám hosszan és elmélyülten válogat, a karkötők, nyakláncok, fülbevalók között, ajkát rúzsozza. Sejtem, mit forralnak.
Lehadnak éjjelre bácsi néninek. Ma este fergeteges buli van a szakiba. A nekivadul tisztek kórusba énekelve kísérik az esztrád zenekart. Anyu, sóhajtom, van egy kis baj. Mikor meghallja, hogy intőt kaptam, nem sikerül neki a szigorúság, lagymatagon dorgál, most kell tovább lépni, de ez nem olyan intő. Mi az, hogy nem olyan intő? Csönd, a dáridó profán hangjai. Ezt nem, hát ezt nem lehet, ezt nem lehet, még így se, ne, még egyszer, bocsánat. Csönd, a dáridó profán hangjai. Ezt nem. Hát ezt nem lehet még így se elmondani. Aztán kimondom, igazgatói rovó. Csönd. Micsoda? A topzódó frivol hangkulissza előtt képtelen beállítani a hiteles tragikai regisztert. Igazgatói rovó? Igen. De hát mi az Isten művelté már megint? Csuzlisztam. Hitetlenkedő síri hang. Ezt nem tudom elhinni. Igazgatói intő? Az öblös férfi megint odaszól, anyám befogja a kagylót, de hallatszik, hogy kevéljen véd, de hallatszik, hogy kevéljen visszavág a pimasznak. Végleg kicsúszik a kezéből a gyeplő. Otthon számolunk, mondja éles hangon, de valahogy mégis hamisan, erőtlenül. A háttérben megállás nélkül szól a Szent-Szibó. És akkor valamit belát, és azt mondja, most már ne sírjak, bújjak ágyba, próbáljak aludni, nem sokára jönnek. Jó, hát akkor nem sírok, nem muszáj nekem sírni, nem kötelező, fogmosás, tükör. Semmi sem látszik belőlem, csak a bűn. Mikor megjönnek, benéznek a szobámba, és pukkadozva tanulmányozzák a szende bűbájként alvást nyílelő briganti allegóriáját. Reggel másnaposan egymással civakodnak a fürdőszobáért, apám a reggelinél szótlanul odakanyarítja, az ostor csapásszerű gébetűt az igazgatói rovó alá. Látom, hogy idegesíti, hogy nem elég dühös, hogy nem tudja kellőképp kimutatni a feláborodását. Most mondd meg, épp akkor lövi le a gyerek a titkárnőt, mikor Gusztáv Nabi buli van a szakiban. Jó kis időzítés. Hergelné magát. De nincs ereje erre a kora reggeli leszámolásra. Másnap már nehéz verni. Nehéz utólag dübegurulni. Egymástól várnak valami kezdeményezést, valami ötletet, de nincs idő. Különben is elaludtak, késésben vannak, nincs erő büntetni. Behúzott nyakkal szalámit rágok az asztalra. Győztem. Szép vagyok, szépségem maga a tiszta és félelemmel átítatott jelenlét, törös vitorra a szélben. Cselekszem, cselekedeteim pontosak és kíméletlenek, mint a szike útja. Szép vagyok, szépségem ragaszkodás és ítélet, bukás és vezeklés, gyűlölet. Mi mindent elpusztít. Gyémánt ül a szívedben. Levél néhai mesteremnek. Üdv Petros, itt most a szokásos. Mértékkel adagolni műveltséget, pózt, tájékozottságot. Ó, ezt de utálom. Bealszom azonnal. Unom a férfi tusát, úgymond összezördülnek. Kivagyiság, fitoktatás, rendezgetik a privát kánon. Népesdítő. Ásítok és be a sarokba, szemellenzők, könyöklés, rögeszmék és gumigerinc. Tisztelet a bevételnek. Semmi új tehát.
fényesre kopott és nyalt seggek, akkor már inkább az agorán ordító árusok. Így vagyunk, Petrosz. Klikkek, nívótlanság. Élvezni. Vagy nem? Ja, és nettó szarmaták. Utcán parádézó és honatjai kivitelben. Gusztam, mi? Csalódás a változásban. Más színű úti papír, több tolval és rossz. Ennyi. Szinte látlak, drága mesterem. Rápipálsz, belekortyolsz italodba, s vígan szidod a szisztémát. Hangodban megbocsátás, gyöngédség, figyelem, tűpontos, elegáns debattőr, borfoltal, dohányszemcsékkel, tóha szegélyen. Érveléstan, galantéria, vitrió. Erotika, ez lenne a politika lényege, tetszeni a nőknek. Ezek itt egymást árnák, de azonnal. Ne jöjj vissza, jó neked ott. Egyszerű halandó, el vagyunk valahogy. Elmatad rajtunk az éj, kiforgat és áttrésel. Ha nem bírjuk tovább, akkor tovább bírjuk. Ha nem bírjuk tovább, felesküszünk bárkire. És bárki felesküszik rá. Lini meséli, hogy olvasott egy verset, nem emlékszik a címére, és hogy ki írta, arról szólt, hogy egy kora áprilisi reggel nem történik semmi. A világ meg olyan, ha nem történik semmi, beomlik magába, hogy ne történjen semmi, annak amúgy elég kicsi a valószínűsége. Minden atom egy irányba rezeg, és megszűnik a rezgés. Elalszunk. A tárgyak elfelejtenek lélegezni, a világ megáll. Azon a húzatos reggelen, de senki nem veszi észre, és csak őrüljük, felkelünk, lefekszünk, dolgozunk, játszunk, félünk, örülünk, szeretünk, unatkozunk. Csak őrüljük tovább az álmot, pedig nincs már semmi. Csak az omlás távol. Harminc éves koromra meggyőződésemmé vált, hogy mikor az orvos megvizsgál és felírja a gyógyszer, valójában nem diagnosztizálni és meggyógyítani akar, hanem kiismerni és elpusztítani. És meggyőződésemmé vált, hogy a politikusok bőségről és békéről beszélnek, de ínségre és háborúra gondolnak. És meggyőződésemmé vált, hogy a bírók a bíróságon nem az igazság, hanem az elfogultság, az előítélet, a befolyásoltság, vagyis a hazugság szellemében ítélkeznek. És szilárd meggyőződésemmé vált, hogy mikor rám mosolyog egy lány, nem gyönyörrel, hanem csömörrel és magánnyal kecsegtet. Tehát, hogy nem is egy lány mosolyog rám, hanem egy vipera. Meggyőződésemmé vált, hogy a papok a szószékről nem a túlvilági üdvözülés, hanem az evilági enyészet tanát hirdetik. Meggyőződésemmé vált, hogy a napsugarak nem éltetik, hanem fölperzselik a földet, hogy az éjszaka nem gyógyító álmot hoz, hanem fullánkot szúr a szembe, és őrületbe kerget. Meggyőződésemmé vált, hogy minden művész tehetségtelen bajkeverő, és minden tanár a tanítványok szellemi megsemmisítésére fölszentelt inkvizítor. Meggyőződésemmé vált, hogy minden óra késik vagy siet, hogy a filozófia üres szócséplés, és persze meggyőződésemmé vált, hogy gyanakvással kezeljek minden meggyőződést, a sajátomat is. Meggyőződésemmé vált, hogy minden meggyőződés kivétel nélkül beteges rögeszme mánia, önző érdek vezérelte, kényszeres hagymász. Meggyőződésemmé vált, hogy mikor valamiről bizonyosságot szerzek, leghelyesebb, ha azonnal hátat fordítok neki, de legalábbis azonnali kételyem tárgyává teszem,
a fölmerülő bizonyosságok és meggyőződések fejét azonnal a gyanú és a szkepszis harapófogójába fogtam, és még mielőtt még kifejthették volna mérgező hatásukat, összeroppantottam, és szétmorzsoltam őket. Meggyőződéseim felszámolása mindennapi gyakorlatommá vált. Meggyőződéseim septében elmotyogott, már a kimondás pillanatában elértéktelenedett. Ideiglenes vélekedések voltak csupán, amiket sem én nem vettem komolyan, sem más. Meggyőződéseim ruháról lepattanó gombok, szájból kiulló fogak voltak. Meggyőződéseim sorra kudarcot vallottak, és nevetségessé váltak. A negatív, a nihilista meggyőződéseim is. És egyáltalán nem változtak ilyenkor pozitív, optimista meggyőződésekké. A meggyőződéseknek legyenek bármilyen sötétek és reménytelenek. Az ellentétük nem a remény és a fény, hanem a tökéletes semmi. És nekem jó is volt ebben a langyvelek simogató, zümmögő semmiben. Jó volt nekem ebben az életen túli vagy innen is sötétben bolyongani. Vártam a véget szinte már boldogan. Ezért volt teljesen felfoghatatlan, hogy tehát már felnőtt és úgymond mindenben csalódott, szívében megkeseredett férfiként egy nap, különösebb előzmények nélkül, azt láttam, hogy az önemésztés és pusztítás monoton munkájában egy pillanat alatt változás áll be, mint egy kizökken és kifordul ez a gyilkos és szürke folyamat, hogy valami nem ismert kényszer megállt parancsol a kételyeknek, azon a koranyári napon este 9 óra 10 perckor egyetlen kiáltás kíséretében kulcsra zárja a pusztítás, addigra oly olajozottan működő nyelvét elnyémítja a kélyes lemondás, a magában tetszelgő öngyűlölet, az értelmetlen állati dű grammatikáját. És csak néztem, szótlanul, hogy az anya megszüli a fiú megszüli az apát.